Méteres lángokkal égett egy családi ház hajnalban a budai hegyekben. A 300 négyzetméteres ikerépületet még délben is oltották a tűzoltók. A házban egy idős férfi lakott hatalmas könyvgyűjteményével. A tűz elől kiugrott az ablakon és súlyosan megsérült. Ez a látvány fogadta a tűzoltókat hajnali 4 órakor a Fodor utcában. Teljes egészében lángokban állt a 300 négyzetméteres családi ház. A tűzoltók kiemelt riasztást kaptak, több tucatnyian vonultak a budai utcába. A lángok több méterre csaptak föl a lakótéren, az emeleti téren, a tetőtérben, illetve akkor már a tetőt is érintették. 6 vízsugárral 25 tűzoltó akadályozta meg a tűz továbbterjedését. A tűz közvetlenül veszélyeztette az ikerház iker tagját, ami közvetlenül az épület mellett állt. Ezt a tűzoltóknak sikerült megóvni. Ezek a képek órákkal később, délben készültek. Még akkor is füstölt az épület, és a tűzoltók még akkor is locsolták az ikerház éppen maradt felét. A tűz hatalmas pusztítást végzett, a falakon kívül minden elégett. A tulajdonosok vidéken élnek, telefonon szóltak nekik, hogy baj van. Egy kedves ismerős, a szomszéd jelentette, hogy jöjjünk, mert lángokban áll a ház. Mi akkor elindultunk 60-ból, és hát most tudtunk ide érni. Egy ismerősük lakott itt a kutyájával és a rengeteg könyvével. A tűz elől csak az ablakon tudott menekülni. A szomszédok elmondása szerint, mert vele nem sikerült a kapcsolatot fölvennünk, még kórházban tartózkodik. A szomszédok azt mondták, hogy kiugrott az úr az első emeletről az ablakon. A férfinak több sérülése is volt, súlyos állapotban került kórházba. Egy 60 év körüli férfit kellett ellátniuk, aki füstmérgezést szenvedett, lábtörésre is gyanakodni kellett, illetve a kezén volt egy égési sérülés. A helyszínen megkapta a szükséges ellátást, fájdalomcsillapítást, rögzítést, oxigént, és azonnal kórházba vitték. Az biztos, hogy a házban felhalmozott rengeteg könyv segítette a tűz gyors terjedését, de hogy pontosan mi történt, csak hetek múlva derülhet ki. Közben a tulajdonosok a környékbeliek segítségét kérik, a hajnali káoszban ugyanis elszökött a férfi fekete puli kutyája.